Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Úgy tűnik, a The Last of Us sem maradt ki a jól bevált Season Pass-es letölthető tartalmas boci fejősdiből, de valljuk be őszintén, nem panaszkodhatunk, elvégre az eredeti játék is kellően tartalmas volt, így talán nem utólag árasztak be alapjátékos tartalmakat. Vagy mégis? Jelentkeztünk alanya, a Season Pass második tagja a sztorit hivatott bővíteni, ami részben a The Last of Us cselekményének egy darabkája. Nem folytatás, hanem félig egy előzmény, félig pedig egy történetből kivágott darab. Kicsit zavaros? Tegyük tisztába! A Left Behind Joel sebesülésekor ágazik le az eredeti történetszáról, ugyanis ezúttal Ellie-t irányítva indulunk útnak, segítőtársunkat hátrahagyva, hogy orvosságot a sebének ellátásához szükséges kellékeket szerezünk. A törékeny, ám bár rendkívül tökös és a pokollá változott világban megedződött Ellie lehet, hogy eddig kevés szeretetet, lojalitást és felelősségtudatot tapasztalt, de oltalmazó társa iránt előtörnek belőle az emberi érzések, és életét kockáztatva próbál gyógyírt keresni a problémára. A magány és a társa iránti aggodalom hatására előtörnek kicsiny hősünkből az emlékek, így lehetőségük lesz néhány visszaemlékezésben megismerni múltját, valamint barátnőjét, Riley-t. A néhány órányi plusz játékidő mellett az alapsztorihoz is kapunk egy kis kiegészítést, többek között átélhetjük, mi vezetett ahhoz, hogy fényderült Ellie különleges adottságára. A két teljesen különböző történeti szál 20-30 perces szakaszokban váltja egymást, ezzel színesítve és változatossá téve a DLC-t. A jelenben folyamatosan építkezik a cselekmény, lopakodunk, keresgélünk, ügyességi platform részeket abszolválunk, és fokozatosan pörögnek fel az események, egyre keményebb harcokat kapunk. Ezzel szemben az előzmény inkább egy kalandjáték, kutatással, felfedezéssel, persze itt is beindul majd a végére az adrenalin pumpa, az idilt és a legforróbb momentumokat fertőzöttek teszik tönkre, egyik pillanatról a másikra kerülünk a mennyből a pokolba, és menekülünk az életünkért. Persze ebben a veszélyekkel teli világban számolni kell a bajjal, ami egy önfeledt kis kirándulásnak indul játékkal, versengéssel, az könnyen átcsaphat élet-halál harcba. A két idősík játékmenete is igencsak eltérő, amúgyban a harcok és a kraftolás helyett vízipisztolycsatával, célbadobással, képzeletünkre támaszkodó videójátékozással mulatjuk az időt, utóbbi egyébként egy baromi ötletes QTE minijáték, lebilincs előtállalásban. Az imént említett tálalás pedig az alapjátékhoz hasonlóan hihetetlen színvonalas ezúttal is. Itt gondolhatunk a környezet megvalósítására, főleg a viharvert, ám mégis színes és izgalmas bevásárlóközpontra, a karakterek animációira, a dialógusokra és az audiomunkára, Ellie-t és barátnőjét Riley-t megint csak profizmussal szólaltatja meg Ashley Johnson és Jani King, de persze a dramaturgia és a rendezés is túlmutat egy videójáték szintjén. A DLC újdonságok helyett igazából az eddig ismert elemekből építkezve egy kicsit mást is ad a lányok történetével, ami baromira meg tudja érinteni az embert, egy percig sem fogjuk hiányolni az akciót, magunkkal ragadnak a szereplők és a cselekmény. A Left Behind simán hozza az alapjáték színvonalát, bámulatosan mesél, magunkba szívhatjuk a virtuális karakterek által közvetített érzelmeket, és együtt csodálkozunk a világra, pontosabban együtt élvezzük a múlt kincseit. Apró, édes morzsákat ízlelgetünk a pokolban. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!